6 óra 4 perc, el is indultam. Kíváncsi vagyok, hogy a végén is így fog mosolyogni, hogy most. Remélem, igen. Ez a mai piros 85, ez összességében 88 kilométer, és a 3200 méter szint körül lesz. Én 9 szakaszra osztottam, vagy szakasz célokra bontva, egy emészhetőbb távok legyenek, és ne azt lássam az applikáció, hogy még 86 km van hátra, ez egy kicsit demoralizáló lenne. De örülnék neki, hogyha 20 óra alatt beérnék, ami azt jelenteni, hogy hajnal 2-kor kéne beérnem Budaörsre. Csáó, nagy kövé. Az első kilométereken el fog dőlni, hogy ez milyen nap lesz. Nagyon fárasztó, vagy rohadtul fárasztó. Eddig egy ötös átlagból haladok. Ez jobb is, mint gondoltam. Vissza is kell vennem a tempóból, mert 60 körül problémák lesznek, ha ezt így nyomom. Túl Csobánkán, és jön a második komolyabb hegy, és emelkedő. Ameddig van kedvem kamerázni, azért nagy baj nem lehet. Most érzek némi fáradtságot, amit nem kellene éreznem. Kicsit rápihenek majd dömösen erre a dologra. Most ebben a pillanatban egy kicsit aggaszt. Ennek a fáradtsági szintnek dobogók körül kellett volna jönni, nem most. Beléptem a harmadik szakaszba, egy egész könnyed szakasz, inkább lefelé kell menni, egészen dömösig. És én most egy kicsit pihengetek, és akkor utána a negyedik szakasz dobogókő, az szombos lesz. Ciao, sikáros! Egyfajta csípőfájdalom jött elő, és a lábam jobban van. Itt vagyok a dömösön, vége a harmadik szakasznak. Jó egészséget, nekem is kell egy kis frissítés. Helyes, kitartás. Helyes. Köszi. Csáó, dobogók. 1 óra 22 perc. 3 percet javítottam a múltkor ide. Egy ilyen túlán. Most indulok el a dobogókőről lefelé. Beléptem az 5. szakaszba. Elfrissítettem magam, de hirtelen most lezuhant a hőmérséklet legalább 5-6 fokot. Simán pólós idő volt eddig, hogy fölértem, elkezdett fújni a szél, a nap is elment, úgyhogy látszik a leállata. Úgyhogy most ilyen, főleg a melegben most kicsit ki is hűltem, úgyhogy ez most nagyon szar, vissza kell melegedjek. De még tudok mosolyogni. De most járok olyan 35 kilométernél, és van még hátra 50, hát kimondani is szörnyű, még 53 van hátra. Úgyhogy ezt nem is számolgatom egyáltalán, a következő szakasz az 11,5 km, ezt számolgatom. Úgyhogy most ez a cél. Minél tovább elérni világosban. Úgy számolok, hogy körülbelül olyan 48-50 kilométerig eljutok, ami egészen jó. Itt vagyok mindig az 5-ös szakaszon, oldalra pillantottam, és nagyon látom, megláttam a János hegyet. Hát ez nagyon nagy hiba volt, hogy oda néztem. Messze van. Nagyon messze van.
kezd sötétedni. Mindjárt jövünk a Kopercsárdához. Lassan elég az 50 kilométert. Indulok. Na hát innentől fogva teljesen mindegy, hogy hova forgatom a kamerát, mert most már sötét van erőteljesen. Itt most oltam be egy jó gulyás leves, túl meleg volt, feltöltött. Hát azt hiszem, hogy a játék az most kezd komolyra fordulni, mert mostantól van még 36-37 kilométer, és mondjuk ez a masszív sötétben kell majd menni. Még mindig mosolyogok, de lehet, hogy ez már nem őszinte. A nagy szénással jussak túl, és akkor minden oké lesz, azt gondolom. Visszajött belém az élet egy 30 kilométernél, és egy kicsit azon aggódok, hogy lehet, hogy kicsit túltoltam ezt a tempót. És most megpróbálok ilyen mérsékelt tempóba menni, hogy nehogy elfogyjak itt a legvégére jelosodni. Csáó, nagy színes! Sajnos semmi nem látszik ebből a panorámából este, hogy gyönyörű szépen ki vannak világítva a városok meg a falvak. Hatalmas élmény volt ez az emelkedő. Egy bój elején jöttem, én vezettem a csapatot, és megállás nélkül feljöttem úgy, hogy most már 2500 színnél járok, még mindig ilyen 4-7 körüli átlagom van, és innentől már csak a Jánoshagy, ami említést érdemlő, az összes többi az egy piszticsári emelkedő. De azt mondom, hogy innen nagyon kemény dolognak kell történni, hogy ne tudjak végigmenni, ráadásul bőven szintidő alatt. Ezekben a pillanatokban lépem át az eddigi távrekordomat, és már 65 km fölött járok valahol. Hát a szintet azt már réges-rég túlléptem, az már olyan 2700 körül lehet. Nagyon jó tempóban megyek még mindig, úgyhogy nagyon-nagyon bizakodó vagyok. Orvosoltam a hólyag problémát. Csáó, Jánoshágy! Sziasztok! Hú, sose volt ilyen szép. Most van kb. 23 óra, és még van kb. 4,5-5 km hátra. Nem látszik az arcomon, de mosolygok. Ezt már nem lehet elvenni. Még az is lehet, hogy azt a bravúrt megcsinálom, hogy éjfél előbb beérek. De azért ez ilyen határeset. Attól függ, milyen lesz az lefelé. De most már fogyok rendesen. És minden emelkedő, minden lehető megvisel. Csáó, Budaörs! Ezt ki kell élvezni. Ezt ki kell élvezni. És még tudok mosolyogni. És még megvan ez is. Tizenhét óra 51 alatt. 3200 szint és 85 km.